Áprilisban is maradt az Európa rekordnak számító infláció Magyarországon. A pénzromlás mértéke nagyjából 1%-ponttal csökkent az előző hónaphoz képest, de még mindig 24%-os. Vendégünk Bot Péter Ákos. A jegybank volt elnöke, jó estét kívánok! Jó estét, köszöntöm! Kívánok. Hát kezdjük az inflációval, mert hogy kijöttek tegnap előtt a friss adatok, és már is kérem a kollégákat, hogyha megvan a grafikon, akkor ott látják majd jól a nézők is. 24%, ez a picivel több, mint 1%-os, amivel csökkent. Hát ez mennyire vigasztal most minket, hogyha mondjuk ránézünk ott arra az ábrára? Hát látszik, hogy vezetjük az Európai Ligát, és ez így is fog maradni sajnos. Sőt, még nyílni is fog, mert a többi országban nagy ütemben megy lefelé. Hát például az Egyesült Államokban már 10 hónapja megy lefelé, de Nyugat-Európában is október tájt elérte a csúcsot, az inflációs. Persze nem 25%, hanem 10 körül, és akkor megy lesz szépen 7, 6, 5, aztán majd belesimul talán abba, amit elfogadható. Az adat elég kellemetlen, és nem csak azért, mert a 24,5 az uniós módszertan szerint, 24-et mondott a KSH, tehát nagyjából annyi, mint az előző hónapban. Mihez képest? A megelőző év azonos hónapjához képest, tehát a most április a tavaly áprilishoz. Igen ám, de tavaly áprilisban majdnem 10% volt már a magyar infláció. Tehát ahhoz képest még 24%, az azt jelenti, hogy a forint 2 év alatt elvesztette értékének 1/3-át nekünk, akik mi forintból élünk. Aki turista euróval jön ide, az egészen más lát, annak olcsó az ország, nekünk nagyon megdrágult. Most ugye visszatették a kollégák az ábrát, azt mondja, hogy ez az olló, ami most sem kicsi, ha ránézünk, tovább fog nyílni, mert hogy gyorsabb ütemben csökken. Igen. Mitől? Igen. Tehát mitől van az, hogy másoknál ennyire jó az igaz? Az sem hát túl jó, hát a csehek sem örülhetnek annak a 15-nek, de mi örülnénk. Már az megy lefele nagy tempóban. Hát én is örülnék, ha lejjebb menni, és előbb-utóbb lejjebb is fog menni. Ugye elhangzott egy szám, én egy másikat mondanék. Áprilisban márciushoz képest 0,7%-kal nőtt az árszint. Tehát rögtön végére ugrok, mert meg szokták kérdezni, hogy és év végén lehet egy számjegyű az infláció. Hát hogyha 1% belül van az árnövekedés egyik hónapról a másikra, akkor akár még az is megeshet, hogy csupán, most az idézőjelben mondom, csupán 9-10%-kal lesz magasabb az árszint, de mihez képest a brutálisan magas tavalyi árszinthoz képest. De a magyar eset azért sajátos, mert tavaly nagyon megfutotta az év második felében, amikor máshol már kezdett tetőzni. És van még egy adat, amit ugye nem kell késő este adattal telezsúfolni a dolgot, de ez a maginfláció. Ez egy szakszó, és erre többen azt mondják, hogy őket nem érdekli, de az a lényeg, hogy az a mutató, amiben nincs benne az élelmiszer, és a lakossági energia például. Na most pont ezek, amik nagyon megdrágultak, akkor mi van benne? Hát minden más. És ez múlt hónapban az is nőtt rá. És minden más 25%-kal nőtt az előző hónaphoz képest. Tehát ez a maginfláció azt mutatja, hogy átterjedt az élelmiszerinfláció mindenre. Hát az ember mondjuk taxizik, mondok egy példát, vagy pedig autópálya matricát vált, vagy színházban megy, vagy tehát jegyeket vesz, szolgáltatást, akkor bizony egy negyed évvel többet kell fizetni, mint tavaly ilyenkor. Na, ezért tehát sajnos a magyar infláció eléggé beragadt, pedig, vagy éppen azért, mert a kormány manipulálja is az árakat, máshol, ahol szabadabb a piac, fölfut, és utána pedig, mint egy gyors láz, lefut, és aztán 3 nap múlva a beteg már úgy érzi, hogy ezen túl van. Na, hát nálunk elhúzódó lesz. Hát azt mondja lesz a miniszterelnök, hogy beadták a vakcinát, és hogy a beteg gyógyul, ő meg ugye azt mondja, hogy beragadt ez az infláció, hogyha ezt a tendenciát nézzük. Vakcinát oltani szokták, hogy ne kapjuk a betegséget, mert már elkaptuk neki, nem vakcina kellene, hanem hanem gyógyszer. Egy kúra, hát, vagy hagyni a természetet, hogy meggyógyítson, az is segít néha. Hogyha ezt a tendenciát nézzük, ugye 25-2-ről 24, tehát ezt a beragadást, akkor mire lehet számítani, milyen ütemben megy ez le? Tehát mikor látjuk, hogy legalább, nem tudom, 3-4%-kal lejjebb? Hát fog esni, mert hogyha majd olyan hónap jön, amikor már nem, tehát amikor annyira magas már a bázis, hogy ahhoz képest már az árak nem nőnek tovább, akkor relatíve úgy fog kinézni, mint hogyha javulna a helyzet, és javul is, hát abban az értelemben, hogy ez nagyon magas árszint már kicsivel megy csak följebb. Ez nyár közepe vége? Nyáron már szebb mutatók lesznek, de ezt mondom, ez csak mutató, mert mindig azt mondja, hogy az előző évhez képest, ha emlékeznénk arra, hogy tavaly júniusban mennyibe került a virsli, akkor most meg lennénk nyugodva, hogy most már csak 21%-kal drágább. Hát nem tudom, hogy ez megnyugtató-e. Már csak azért is,
mert az emberek az élelmiszer áron ütődtek meg először, és az a szegény embernek az a legfontosabb tétel. De mondom, átterjedt minden másra. Tehát most már nem csak az a gond, hogy a családi büdzsében sokat elvisz az élelmiszer és a lakás kifűtése, hanem minden másra többet kell adni, és közben a bérek nem nőnek. Na erről kevesebbet szoktak beszélni, hogy itt nem árbér spirál van, hogy a bérek mennek, aztán leelőzik az árakat, hát itt nem, az első néhány hónapban nagyon nagy reálbéresés következett be. Hát beszakadtak inkább a bérek. Ugye bejelentette a kormány, és ez egy picit más, hogy addig nem vezeti ki a kormány a kamatstoppot, amíg az infláció nem lesz egy számjegyű. Tehát év végéig szinte biztos, hogy marad. Hogy értékeli ezt a döntést? Hát nehéz ügy, mert amikor az emberek eldöntötték, hogy lakást vesznek, építenek, akkor más környezet, más volt a realitás. És hát ezért lehet mondani, hogy hát ők nem döntnek arról, hát ők tényleg nem tehetnek arról, hogy ennyire az infláció, ezért a kormány megint csak mások terhére, tehát nem szubvenciót ad, hanem rápakolja a bankszektorat, a bankszektor meg mit tud csinálni. Tehát ezt a vesztességet a bankszektor fizeti valahogy, meg? Valahogy majd rárakja a többiekre, és ezért csak mondom, hogy aki már benne van, az viszonylag jól jár, tehát nem jár rosszul pontosabban, de aki most akar majd építkezni, este nincs lakás, a fiatal pályakezdő, hát annak még magasabb lesz az a küszöb, amire fel kellene másznia, úgyhogy hát ez se problémamentes. Az ilyen árstopokkal berögzítések mindig az a gond, hogy nagyon nehéz kivezetni. Minél tovább tartják, annál messze van a valóságtól. Most megvárják, még egy számjegyű lesz az infláció. Hát jó, mondom valamit a politika, de legjobb lett volna, hogyha ezeket rövidebb időszakokra vezeti be ezeket a árrögzítéseket, és hamarabb feloldja, mert azért előbb-utóbb a valósághoz igazodni kell. Egyébként nem csak az inflációt mondják, mert a közleményben az is benne van, hogy azt az elvi döntést hozta a kormány, hogy a kamatstopok kivezetésére csak akkor adódik lehetőség, ha a jegybank irányadó kamat egy számjegyű lesz. Most azt mikor, ezt elmagyarázod, hogy mikor lehet egy számjegyű, ez is az inflációtól is függ. Hát ugye ez egy jegybank irányadó kamat. Van egy alapkamat, ami most 13%, de nem jelent semmit, mert ezen üzletet nem kötnek. Tehát egy olyan kamat, amit én hiába kérek, vagy egy ügyfél, ami most igazából számít, az 18%, az nem egy számjegyű. Hát az ugye nem egy számjegyű. Most az lemegye 13-ra, 13 lemegye 9-re, ez azért nem tudok erre válaszolni, mert a jegybank miért tart ilyen irdatlan magas kamatszintet, hogy ez a szerencsétlen forintot, ami hát elég kis rizikós valuta, egy kicsike valuta, egy picurka kis egzotikus valuta a világ szemével nézve. Nekünk a szívünkhöz nagyon közel áll, én ráírtam a nevemet annak idején a bankjegyre, én nagyon szeretem a forintot, de már régen nem kellene, hogy forintunk legyen, de van. És hogy ezt megvédje, hogy ne dobják el a befektetők, és a magyarok se. Magyarok sem forintot, viszonylag magasan tartja a kamatszintet. Ez a dolga. Ezért fizetik, elég szépen, ezért fizetik a Nemzeti Bankot. Most jön a kormány, hogy vigye le. De ez egy morális nyomás ez, hogy hát addig nem tudok valamilyen döntést hozni, amíg a Nemzeti Bank nem viszi le. Hát leviszi, ha tudja, és remélem nem viszi le, ha nem szabad. De hát ezt megmondani most, hogy mennyi lesz majd egy év múlva, fél év múlva az a kamatszint. Mikor szabad? Tehát lehetne, vannak elemzők, akik azt mondják, hogy ez az egész az előkészítettségtől és a kommunikációtól és az óvatos lépések sorozatától függ, de talán a mostani inflációs adat miatt tehát elindulhat te egy kamatcsökkentés. A magyar gazdaságban bíznának, odakint is bíznának idebent, tehát mondjuk a besorolásunk 3/4 lenne iskolai osztályzat szerint, és nem 2/3, mint most, akkor nem kellene ekkora kamatszint. Ez a kamatszint tényleg brutálisan nagy, hát ez a 18%, most azt mondom, ez az effektív, hát a románoknál ez 7-8%, a cseheknél 7, nem is tudom, 7,5. Tehát kétségtelen erőfeszítést tesz a Nemzeti Bank, hogy a forintot a mostani úgynevezett erős szinten megtartsa. Ez nem erős egyáltalán, de hát mindesetre 370 sokkal jobb, mint hogyha 400 lenne. Úgyhogy ha jobban bíznának az országba, a valutában, a gazdaságpolitikában, lenne horgonya a gazdaságpolitikának, és hát ha mondjuk lenne egy megállapodása most már végre az Európai Unióval arról, nem a pénzekről, azon majd fogunk beszélni, arról, hogy Magyarország tisztességes jogállam. Hát azt mondja Gulyás Gergely, hogy
Tegnap mondta, hogy egy hónap múlva már kaphatjuk az uniós pénzt, mert hogy az igazságügyi törvény módosításával néhány héten belül mindenben megfelel a kormány. Valahogy úgy fogalmazott, hogy küldik a számlát, vagy küldetik a számlát. Ha azt mondta, akkor azt mondta. A számlát biztosan elküldik, ott valaki be fogja iktatni egy könyvbe. Ez biztos megtörténik. Ez hívják technikai megállapodásnak. Jön-e a pénz? Nem. A számlát befogadják. Hát aki már volt látott céget, tudja, hogy valaki elküld egy számlát, aztán megnézik, és azt mondják, hogy bocsánat, de az a tégla nem úgy volt lerakva, elfelejtette a szigetelést kihagyni, hiánypótlásra visszaküldöm Józsikám. Hát szóval én remélem, hogy igaza van, de hát azért látunk karomvarjút, én ezt a szöveget, hát nem, mi itt, ezt már halljuk egy éve, hogy már csak 3 hónap majd befogadják, de én nem számlákról beszéltem, arról, hogy Magyarország jogállam-e. Mert hogyha elhihető 25 tagországnak, akik tavaly kérték a bizottságot, hogy kérje számon Magyarországon ezeket a ügyeket, úgy gondolt, hogy Magyarország nem tökéletes jogállam. Na most, amíg nem tökéletes jogállam, addig igazából semmilyen pénz nem jöhetne. Jönnek most is, csorognak azért, hát nem kis pénzek, az agrárpénzek például jönnek. De az igazából kellene valami, amit még nem látunk, hogy azok a súlyos aggályok, azok nem érvényesek. Hát egyrészt igen, hát nyilván majd meglátjuk, de azért alapvetően valószínűleg azért az unió érdeke is jöjjön az a pénz. Az félre van téve. Az félre van téve. Ráadásul nagyon fontos célokra. Hát az energiahatékonyság, zöld átmenet, hát az nekünk is fontos, ott is fontos. Tehát fontos. A pénz ott van, a szándék megvan, csak fránya kis ügyek vannak közötte, akadémiai szabadság, a bíróknak a helyzete, hogy törvényt ne csináljanak így, és akkor pénteken kigondolják, hétfőn már na jó, hagyjuk. Utolsó dolog, és már nagyon röviden, az ellenzék nagyon sokszor elmondja, de például most Bolyár Gábor is, hogy a Fidesz ki akarja vinni az országot az Európai Unióból, sőt már csendes huxit van, ezt itt ön előtt mondta a DK politikusa. Mit mond erre, van alternatívája a magyar gazdaságnak az unión kívül? Észszerű nincsen. Észszerű nincsen. Hát itt vagyunk, be vagyunk ékelve Európában, az összes értékláncba be van épülve a magyar gazdasága, a munkahelyeknek óriási többsége. Tehát észszerű alternatíva nincs. Hát észszerűtlenek mindig vannak. Egyébként hát sajnos mondom, ez a huxit, ez szójáték, előtte volt a Brexit, semmi értelme nem volt az angoloknak, hogy kilépjenek egy 400 milliós piacról. Aztán addig csűrték, csavarták a politikusok, odafordultak a néphez. Most lenne az a népszavazás, akkor most máshogy történne, mert most már meggondolták magukat. Ott, így van. Szóval próbáljuk ezt elfelejteni, ezt, vagy félretenni, de hát persze itt zakatol mindenkinek a fejébe, hogy ezek a lépések, amik történtek az elmúlt időszakban, azok sajnos nem mutatnak jó irányba, azért irányt kellene változtatni, és ezért mondom, hogy az a nagy kérdés, hogy el tud-e jutni a magyar politika oda, hogy a magyar viszonyok azok beilleszkedjenek az európai normák közé. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen, hogy meghívott. Boldog születésnapot, mert tudom, köszönöm hogy... Köszönöm szépen. Lassan következik. Holnap ünnepeljük. Úgy tudom.